Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Egészen biztos, hogy Önök is hallottak már Cserdiről. Ez a település, Magyarország e települése, úgy híresült el, hogy ott történt meg a Cserdi csoda. Kellett egy polgármester, meg sok ember ahhoz, hogy a polgármesternek higgyenek, és akarjanak együtt tenni, elsősorban, vagy első lépésként saját magukért, aztán utána jött a második lépés, hogy másokért is. És én meg nem szeretnék elfeledkezni Cserdiről, mert pontosan tudom, hogy az, amit ők annak idején meghirdettek, hogy nem lopnak, vagy nem lopunk, hanem önöknek termelünk, valami ehhez hasonló szlogennel, az azóta is tart. Tehát, hogy termelnek, nem csak maguknak, hanem segítenek azoknak, akik rászorulnak. Bogdán László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét, köszönöm a lehetőséget! Na, mi a helyzet Cserdén? Az ősz, mit csináltak? És tudom, hogy ön például soha nem hív újságírókat, hogy na, megyünk segíteni, gyorsan fotózkodjunk a teherautók mellett, mi vagyunk a jófej segítő roma emberek. Tehát, hogy híre nincs, de én meg nem szeretném, ha nem lenne híre annak, hogy Cserdén gyakorlatilag amit elkezdtek, azt azóta is betartják, csinálják, sőt, minél nagyobb elánnal. Hát az elmúlt 60 napban azt tudom önöknek mondani, önnek, hogy közel 6 tonna primörárit osztottunk szét a településen és a 80 kilométeres körzetünkbe paprikát, paradicsomot és krumplit. Ide kezdtünk mindenkihez eljutni szótlanul és csendesen, nem akartam, nem szerettem volna, hogyha olcsónak és ripacskodónak találják azt, amit csinálunk. És nem akartam azt elérni, hogy az emberek sorba álljanak azért, amit kapnak. El akarom kerülni azokat az érzéseket, hogy ellopom az emberektől a jó érzést, hogy jó érzéssel adjunk, mert tehát az adomány nem szokott hozzá senki, hogy a cserdi vagy a cigánysághoz köthető, és azért csináljuk ezt, hogy most már be lehessen azonosítani a cserdi csodát, vagy ahogy a közélet éli ezt meg, hogy adakozzunk, hiszen csak azt tud adni, akinek van, és erre törekszünk napjainkig. Gyerekotthonoktól, nyugdíjas kluboktól, hát szóval nagyon nagy a spektrum, ahova vinni kell, és hát sajnos nagyon sok olyan jelenség merül fel, csináltunk egy standot a falu derekán, és ott nagyon akra azt tapasztalom, hogy egy szem krumpér is megállnak az emberek. Tehát, hogy a szegénység milyen erős és milyen aktív. Tehát tudják azt, hogy van ez a stand, és hogyha valaki teheti, akkor eljön azért, hogy legyen legalább aznak mit enni? Igen, a szomszéd falvakból is, hál' Istennek, híre ment ennek a dolognak, és a szomszéd kisvárosba is átjárunk segíteni, ahogy tehetjük. És szinte ez mindennapossá vált egyébként, mert 40 napból 28 nap úgy telt el, hogy szinte majdnem minden nap mentünk és vittük. És nem is falu busszal járunk, hogy nehogy azt mondják, hogy hát ezek most gizdáznak itt az utcán, mutogatják magukat, hogy kik ők. Pont az a cél, hogy nagyon inkognitóba és csak adni lehessen. Valamiből, tehát dolgozni, értelmesen eltölteni az időt, aztán ennek végén az időeltöltés, a sok munka végén adni másoknak, akiknek nincs, az egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon jó érzés lehet. De ezeknek az embereknek, akik ott dolgoznak, a Cserdiben, a földeken, valamiből meg is kell élniük. Csak adományoznak? Tehát, hogy eladásra semmit nem, vagy nem marad? Nyilván árusítás is történik, aha, de az elsődleges cél minden évben, az évelején megállapítanak célokat az emberek, és az első helyen az az adakozás és az adás élménye szerepel mindig, de ezt 3-4 évre visszamenőleg be is tudjuk bizonyítani, mert az irodámban hatalmas tacepauk lógnak le, ahol emberek fogalmaznak meg különböző véleményeket a magyar közéletről, a magyar problémákról. Mit írnak, mit mondanak? Bevándorlás egy fontos téma volt, az országban történő helyzeteket elemezzük. Szóval szinte minden nap minden témát feszegettünk. Na de várjon, ez hogy zajlik, vagy milyen formában? Tehát évelején meghatározzák a célokat, ez mi összegyűlnek a polgármesteri hivatalban, vagy nem tudom, minden nap összegyűlünk a polgármesteri hivatalban reggel, ha már otthon vagyok, és akkor elemezzük az aktuál napot, ami eltelt nap, azt kielemezzük, hogy ki mit csinált, ki miért felelt, ehhez képest hol tartunk. Aha. És a jövőképet próbáljuk vázolni. És napi aktuális politikai történésekről, az országot érintő témákról, tehát ilyen helyzetelemzést? Igen, teljesen mindenről. Legutóbb a bevándorlás volt egy hosszú téma, az egy nagyon sokat foglalkozott téma. Az elsődleges megállapítás az az volt, hogy féltek az emberek, ők is féltek, aztán elutasító, kirekesztő,
és amikor szembesítettem, hogy te ki vagy, és mi vagy, nem egy angol száz fiatal asszony, vagy fiatal ember, akkor rájött, hogy nem jó utat választ arra, hogy ő mutogasson másokra. Tehát a toleranciát erősítjük, az elfogadást. Én azt hiszem, hogy ha erről nem beszélünk tisztán és világosan, akkor mindenki csapkod össze-vissza. Hát ebben igaza van, de indulatokat gerjeszteni talán a legegyszerűbb, ellenségképet találni másoknak, és az ellenségképet felmutatni, meg még egyszerűbb, és iszonyú tömegeket lehet megmozgatni. Hát ezt valaki, akkor a cigányok pontosan tudják, hogy ők aztán ellenségképként hányszor és hány formában szerepeltek már a magyar társadalomban, a közbeszédben. Ezért is furcsa, amit mond, hogy tehát ők először, vagy akikkel ön beszélt és találkozott, a cserdiek, a romák a menekültektől elkezdtek félni, és ez minek volt köszönhető? Milyen tapasztalatuk volt? Nyilván azt, amit a televíziókból láttak, és tehát három eleme van ennek. A mondták, a gondoltam és a hallottam. És a személyes élmények hiánya okozza a legnagyobb problémát. A cigánykérdés ugyanez a helyzet. Rólam is, felőlem is csak azt lehet gondolni, hogy én nem akarok dolgozni, minden cigány börtönben van, és ez a nagy általánosítás fogalmazódik meg a migráns kérdésben is, és ezeket fel kell oldani. A félelemtől nincs rosszabb tanácsadó. Tehát azt gondolom, hogy az ítélkezés jogával senki nincs felkenve. Sem én, semki. És ezeket a jogokat kell valahogy visszaszorítani, és nagyon humánusan kell kezelni ezeket a dolgok. Nyilván a bevándorlást azt helyben kellene megoldani, de senki nem meri felvállalni. Senkinek nincsen olyan határozott vélemény Európában, ez tisztán látszik. De a cigánykérdés nagyon akut, nagyon itt van, és nagyon kellene ezzel foglalkozni. Bocsánat, azt nem tudom, hogy olvastál egy napi hírek között, hogy Kövér László is rátett egy lapáttal a kampányra, az október 2-ai népszavazási kampányra. Jászberényben volt, ahol a térség fideszes országgyűlési képviselője, illetve Jászberény fideszes polgármesterével együtt tartottak egy fórumot, egy lakossági fórumot, és ott egyebek mellett az hangzott el a fideszes polgármester részéről, hogy minden segítség véges, a romáknak ezt be kell látniuk, és ha a migránsokat betelepítik, és segélyt kell nekik adni, innen vonjuk el az erőt. A polgármester lényegében kérte a romákat, győzzék meg egymást, hogy a migránsok eljövetele nekik kevesebb segélyt jelent. Én azt gondolom, hogy téves úton jár ez a polgármester bácsi, hogyha úgy akar embereket befolyásolni, hogy... Polgármester bácsi, azt mondta? Igen. Hogy zsarolni akarja. Most allergiás vagyok, és azért zsarolni szeretné azt a réteget, akit az elmúlt 25 évben nagyon jól tudtak kezelni, nagyon jó játékszere volt a magyar választás lehetőségének, hol egy tál pörköltér, hol lejárt szavatosságú tésztáért, most előjött a fenyegetés, hogy kevesebb segélyt kapunk. A 22.800-nál kevesebbet nem tudom, hogy milyen céllal lehetne megcélozni. Az embereknek munka kell, és tisztességes munkát kell biztosítani. A félelmeket nem szükséges ennek az úrnak sem táplálni, sem erre. Na de azt a legegyszerűbb. De mit gondol a romák körében egyébként az, hogy hát azért mindegy is, hogy kimondta, csak hallottad, volt a tévében, az egyik kormánypárti, egy fideszes vagy főmufti, teljesen mindegy, hogy fog ez már a hírben tovább, vagy a szóbeszédben tovább élni, azt mondta, hogy el fogják venni a segélyeket a migránsok miatt. Hát el tudja képzelni, mert megmondom őszintén, én igen, hogy ennek úgy megy már híre, hogy az ötödik továbbadás után, már hogy hír továbbadás után, ezt már tényként fogják emberek kezelni. Az egyszerűség nem egy olyan hülyeséggel egyébként. Az egyszerű emberek is jól átlátják ezeket a trükköket. Már mondtam, az elmúlt 25 évben eszközök voltunk, olyan eszközök, mint a néma kutya. Tehát megtartottak minket az udvaron, és hogyha ugatni akartunk, akkor befogták a szánkat. Nem ez a cél ma már Magyarországon a cigány kérdésben, amit ez a polgármester úr mondott. Sokkal nagyobb teret kell adni ennek a kérdésnek, és sokkal bátrabban kell erről beszélni, mert ez nem tabu, a cigány kérdés, és mérhetetlenül galád dolog összemosni a bevándorlással ezt a kérdést, hogy nem is értem, hogy jut eszébe embereket olyan helyzetbe hozni, hogy majd a félelemből fakadóan oda szavazzanak, ahova ők szeretnék. Tudja, mit fogok csinálni? Nem szólok senkinek semmit, hogy hova szavazzon. Hagyom az egyénnek a saját döntését megfogalmazódni. Miért kéne nekem ebbe erőszakosan beavatkoznom? Az saját bőrén kell megéreznie.
Persze igazán az egyszerűség nem azonos a butasággal. Én tudom, hogy nem iskolázottságtól függ az, hogy valaki használja az agyát. Ez teljesen egyértelmű, de amikor valakinek ez a 22.800 forint van megélhetésre, vagy valamivel több, hogyha mondjuk közmunkában el tudott helyezkedni, hogyha ő neki azt mondják, hogy valaki megsúgja, olvasta, hallotta, hogy veszélyben vannak a segélyek, veszélyben van a megélhetésünk, akkor én abszolút nem tudom megvetni őt, hogyha ezt elhiszi, hogyha félelem feléled benne, és azt mondja, hogy hát féltem a családomat, meg magamat, nekünk csak ennyi van, ha ezt is elveszik, akkor éhen fogunk halni. Igen, de az országnak van ellenzék, akinek az lenne a feladata, hogy ezeket, amit a kormánypártok vagy a kormánypárt állít, hogy ő erre rácáfoljon, és ne folyton csak... Erre hogy lehet rácáfolni? Hát, hogy beszélnek róla ők is tisztán, világosan, elmennek az emberekhez, az egyszerű emberekhez, el kell jutni. Tehát ez nem elég, hogy televízióból kiüzenünk. Tehát ez már régen nem elég, ez tisztán látszik. Hiányzik a közéletből az a fajta politikai tudás, elit, aki elmegy az emberekhez és beszél az emberekkel, mert ma már az internet, a Facebook, a YouTube-ról irányítjuk, manipuláljuk a tömegeket. És ezt kell megoldani az ellenzéknek, hogy ne így tegyen így is, de járjon ki a népekhez. Nem tőlem fogja először hallani, sőt, biztos, hogy már politikusok, aktív politikusok meg is környékezték, vagy én azt gondolom, hogy ez biztos megtörtént. De tényleg nem futott át komolyan az a gondolat a fején, hogy hát ezért bele kéne állni a politikába. Nem csak Cserdén irányítani az embereket, szép szóval, jó szóval, gondolkodásra kérni őket, nem késztetni, kérni, aztán előbb-utóbb az menni fog, hanem hogy az országos politikába. Nyilván rengetegen megkerestek minden oldalról, de nézze, az az igazság, hogy kell az országnak még egy olyan cigányember, akinek az alultáplált iskolai végzettségével majd utólag lehet fenyegetőzni, meg zsarolni. Én nem tartom magamat erre alkalmas. Én azt gondolom, hogy a megoldás nem az én kezemben van. Ha a kormányzatoknak nincs komoly szándéka e kérdésben, akkor én fújhatom egész nap, amit akarok. Tehát ez pénz kérdése, és a pénznek nem a lemutyizása, hanem a valós problémát. Nem tudjuk, hogy mi van ma az országban a cigány kérdésben. Három eleme van, amit már mondtam önnek. És hát, hogy ma mi uralkodik a közéletben a cigánysággal kapcsolatosan, azt tisztán látjuk, hiszen Farkas Flóriánék, amit műveltek, az kezelhetetlenné vált. Ez az ember nem jelenik meg sehol. Nem látjuk sehol. Egy kamileon lett. És amikor számunk kérés van, akkor bújtatjuk ezt a fickót. Mit gondol, miért? Hát nyilván oka van. Sokat tud. Hat. Hát nem tudom. Fogalmam sincs minden esetre, hogy ez a cigányságnak sem tesz jót. Tehát, hogyha van egy magasrangú cigányvezető, aki közel van a tűzhöz, tehát az akaratával, a helyzetével, a pozíciójával élve, sokat segíthetne a romáknak. De hogyha azt látják a romák, hogy nem hogy segít, hanem vagy semmit nem csinál, vagy a különböző vizsgálatok azt sejtetik, hogy itt bizony komoly pénzek nem úgy lettek felhasználva, ahogy ez elvárható lett volna, hiszen ebből már rendőrségi vizsgálat is mi van, tehát akkor az egész politikában, az egész közélet, az egész országban fog a bizalmuk meginogni, nem? A közéletnek a figyelmét én arra hívnám fel, hogy nem egyenlő Farkas Flórián a cigánysággal. Ez egy fiatal ember, vagy akármilyen ember, aki nem csinált jót eddig. És én azt nem értem, hogy a kormánypárt, hogy miért nem áll ki mögüle, és miért nem teszik ki az útjára. Mert hát nyilván ez sokat tud ez a fiatal ember, de ez nem tesz jót a cigányságnak, de a közélet az utcának meg kell érteni, hogy nem minden cigány ember bűnöző, nem úgy kelünk föl reggel, hogy ártani akarunk a hazánknak, vagyunk mi is olyan hazafiak, mint bárki más ebben az országban. Folyton mondják nekem, hogy cigány vagyok. Mit gondol, mit hiszek magamról? Hát úgy nézek én ki, mint valami arab sejk, vagy esetleg svéd turista? Nem, tudom, hogy ki vagyok, nem kell annyi címkét ránk akasztani. De az, hogy mi az, hogy folyton mondják önnek, hogy cigány vagyok, ez milyen szövegkörnyezet, vagy milyen összefüggésben, tehát miért szembesítik a cigánysággal? Egy interjú közben például nagyon gyakran, írott sajtóban nagyon gyakran, tehát nem az van odaírva, hogy Bogdán László Cserdi, hanem Bogdán László Cserdi roma polgármester.
Tehát a roma szó vagy a cigány szó mindig ott van. Tudom én, mindenki tudja az országban, hogy cigány vagyok, és nem is akarok ettől, nem akarok elbújni ezzel. Itt most én nem látom a rossz indulatot, vagy a negatív nem megbélyegzést. Nem csak a rossz indulat, hanem... De még a megbélyegzése, hanem tehát pont azért emlegetik szerintem nagyon sokan önt úgy, nem csak úgy, hogy cserdi polgármester, hanem cserdi roma polgármester, vagy cserdi cigány polgármester, mert hogy kitűnik sok-sok más cigány közéleti ember, vagy vezető közül. Tudja, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan cigányvezető van, aki kitűnhetne, csak valamitől nem kapott elég teret, és nem látja, hogy lehetne kitörni ebből a helyzetből. És most nekünk van egy új célunk ezzel kapcsolatosan, hogy a cigány polgármestereket összekovácsoljuk egy szövetségbe. Erről már régen is beszéltünk, ez azóta elindult? Igen, elindult, és ezzel foglalkozom most elég sokat, hogyha időm engedi. Szeretnék egy olyan közösséget formálni, ahol megmutatjuk a jó példákat, ezeket adaptáljuk, tovább visszük, felmérjük a magyarországi cigány kérdést, az igazi cigánytelepeket, és ez nagyon fontos momentum lenne, hogy tudjuk, hogy mi vesz minket körül. Ne gondolja azt első hallásra, hogy most ez egy ilyen, nem is tudom milyen kérdés, ilyen légből pattant, vagy hülye kérdés, hogy semmiért ne gondoljon. Tudom, hogy minden sors más, mert tudom, hogy minden egyes családra különböző történetek illenek, és különböző történeteik vannak, de az jutott eszembe, hogy nem ismerem azokat, akikkel ön napi szinten ott reggel összeül, és megbeszélik a világ dolgait, meg a napi teendőket, de hogy mit gondol, akik az ön kollégái, akik cserdi lakosok, akik szót fogadtak önnek, és mennek ön után, és maguk után is, és csinálják a dolgokat. Boldogan élnek? Boldogok? Igyekszem nem túlzottan beavatkozni a napjaikban. Csak annyit kell szerintem foglalkozni az emberekkel, amennyit érdemes. Nem szabad erőszakosnak lenni, ezt úgy értem, hogy nem folyamatosan presztálom őket, és nyomást gyakorlok, hanem szabadon. Nézze, minden gyerekünk suliba jár. 12 évesen nem szülnek a kislányok. Azért ez egy óriási dolog ám. Erre büszke lehet az egész ország, hogy vannak olyan tanulóink, akik példamutatóak az iskolában, és nagyon-nagyon sok sikert érünk el sportban például. Én most a boldogságot, én pont ilyenre gondoltam. Tehát nyilván nem arra, hogy most boldog a házasságom, vagy mit tudom én, nem tudom, sok mindent meg tudtunk venni magunkat. De ezek nem pillanatok. Pont a pillanatokra, tehát hogy van-e olyan érzés, hogy jól csertén, vagy cserdiben lakni, mert hogy itt értelmes dolgot csinálunk, mert van egy közösségünk. Tehát megteremtődött az a közösség, ami egy nagyon erős kapocs, és egy a szó legjobb értelmében az általam már használt boldogságot tudja adni, hogy tök jó ide tartozni. Én ezt tapasztalom. Én ezt tapasztalom nap mint nap, amikor például adakozni megyünk, hogy a szó jó értelme, a legegyszerűbb ember, a legszerencsétlenebb boldogan pakolja tele az autót. Hogy ezt is még. Ja, ezt ne felejtsd még itt. Tehát ezek a pillanatok, ezek azt gondolom, hogy azt jelentik, hogy boldogok az emberek. Miért mondta azt, hogy alultáplált iskolázottsága miatt kikezdenék utólag, hogyha már ezt most is, meg korábban is már említette, hogy alultáplált az iskolázottsága, akkor ezzel már nem lehet kikezdeni, főleg nem utólag, mikor már előre elmondta. Nézze, itt ebben az országban sokan plagizáltak. És körülbelül ugyanazon a szinten lehetünk egyébként, mert mindenki annyit használja az agyát, amennyit érdemes. És nem szeretnék abba a hibába esni, hogy elhiszem magamról, hogy miattam vagy rólam, vagy én vagyok a világ közepe. Elég mert a politikusok szerint így gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy a politikusok nem képesek visszatekinteni. Tehát olyan polpozíciós versenyautóba érzik magukat, hogy mindig ők vannak elől. És csak elől vannak, és csak azok számítanak. Ez nagyon jól látszik, hát ne vicceljünk, hát ez a habony téma is, ez nagyon-nagyon átlátszó és áttetsző, unalmas, nagyon bántja az embereket, és csak azt halljuk, hogy 80 milliárd, 100 milliárd, úgy beszélünk ezekről a pénzekről, miközben a vidéken egy szem krumpli gondot okoz. Én ezért háborodom fel mélyen. Mit fognak holnap csinálni? Holnap forgatunk egy kis filmet, ugyanis jövünk az országos közfoglalkoztatási kiállításra, és a Lasipe brandünket próbáljuk holnap egy kicsit filmbe önteni, és a termékeket fogjuk csomagolni, és készülünk erre a kiállításra. Hát jó munkát hozzá, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.